világról, meg a szabadságról éneket. Majd azért nem érti senki. Egy asszony megszólította mélyben, hey, jöjj el az árnyékba, értem. Én mentem, hogy legyen miben innen, és így jöttem vissza összetörtem. Május 4-én kerül mozikba a Radics az elátkozott ember című dokumentumjátékfilm, amely a tragikus sorsú óriási tehetségű gitáros életét dolgozza föl. Először is egy kicsit kérlek, mesélj arról, hogy milyen céllal vágtatok bele ebbe a filmkészítésbe. Tavaly, október 18-án napra pontosan volt 40 év annak, hogy Radics Béla távozott közülünk, és az ő tragikus halálának az évfordulója adott apropót arra, hogy ezt az adósságot, én gondolom, hogy ez egy közös adósságunk, hogy Béláról egy picit filmesebb formában, egy picit érthetőbben megemlékezve megmutassuk, hogy ki volt ő, és mi volt az ő szerepe, mi volt az ő súlya a magyar rock zenében. 10 éves kutatással indult a fejlesztés. Akkor még egy életrajzi kutatás volt, amit a Rock Múzeum igazgatója, a dr. Bálint Csaba kezdett el, ehhez csatlakozott Szentesi Zöldi László barátom, és megszületett az alapforgatókönyv, amit én hát lassan 3 éve kaptam meg, az, hogy megcsinálnád. Könyvvel olvasása után pedig szabad kezet kértem, hogy ez műfajilag is egy érdekes és olyan alkotás legyen, ami az én rendezői alkotói elképzeléseimmel és parimammal. Ugye említetted, hogy egy elég hosszú kutatás előzte meg ennek a filmnek az elkészítését. Miért volt erre szükség? Hiszen Radics az nagyon híres volt Magyarországon, a magyar Jimi Hendrixként emlegették. Hogy ilyen keveset tudunk róla? Igazából a Béla nem volt a rendszer kegyeltje. A Béla testesítette meg a szabadságot, azt a fajta életérzést, amitől borzongott a diktatúra gyakorlatilag. Ugyan elindulhatott volna egy másik úton is, hiszen munkás gyerek volt, és akkoriban úgy mondták, hogy nem volt osztályidegen születésénél fogva, és gyári munkásként is kezdte az életét, de a Béla úgy döntött, hogy a szabadság az, és a szabadság érzése az mindennél fontosabb, és erre tette fel az életét. Az első időkben én úgy gondolom, hogy megpróbálták őt rendszer konform rockzenésszé tenni. A rendszer számára kiszámítható és elfogadható művésszé, amire a Béla egyértelműen nemet mondott. Egy nagyon összetett személyiség volt, aki nem volt hajlamos kompromisszum. Akkor ő végül is a rendszer áldozata volt? Miért nevezzük őt tragikus sorsúnak? Részben a rendszer áldozata volt, ezenél sokkal bonyolultabb. Nagyon-nagyon sok összetevője van annak, amit Radics Bélának gondolunk. Annak a személynek, aki valójában a mítosz és a legenda mögött van. Ezért volt szükség arra, hogy rengeteg visszaemlékezésből és rengeteg interjúval alapozzuk meg ezt a filmet. Egyébként mi is a forgatókönyv átszabása után azzal kezdtünk, hogy közel 40 interjút készítettünk kortársaival, volt osztálytársával, mindenkivel, akit elértünk, és aki közel volt a Bélához, és ebből finomítottuk ki azt a karaktert, abból építettük föl azt a szemét, amit utána Rák Zoltán barátom személyesített meg a kamera előtt. Nincs ez így jól. Kora délelőtt be vagy baszva. Végig rám van a rágalmak egyike. Radics halálra issza magát. Ugye tudjuk azt, hogy Radics 36 esztendősen hunyt el. Mi vezetett a halálának az időpontjáig, hogy ez így megtörténhetett? Sok minden. A mellőzöttség, az alkohol mindenképpen. És ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy a 70-es évek már a hippi korszak. Elindult a hippi mozgalom. És hát a hippi mozgalom a szülőhelyén is szembe ment mindennel, leginkább a vietnámi háborúval egyébként. Megszületett a hippi mozgalom, amiben megalapozódtak azok a rock and roll
alapgondolatok, mondok egy vadat, élj gyorsan, haj meg fiatalon, az önpusztítás, és hát a rock and roll egy picit kiterjedt, és másféle értelmezése. Tehát akkor született meg az a vonal, és az az életérzés, aminek ugye Janis Joplin, Jimi Hendrix, tehát fiatal áldozatai voltak, Jim Morrison, és születtek meg a fiatalon meghalt rockzenészek, születtek át legendákká. A filmben milyen hangulatot szerettetek volna megteremteni? Ez egy koncertfilm, egy abszolút életrajzi film, mi volt a cél, vagy akár az, hogy Radics zsenialitását bemutassátok? Egyértelműen az utóbbi, tehát a Radics Béla zsenialitásának, életének és a sorsának a bemutatása volt olyan formán, hogy egyrészt a fiatalabb közönség is be tudja fogadni, megismerjék Radics életét, megszeressék a Bélát. Nagyon összetett személyiség volt, tehát pozitív és negatív oldalaival együtt kívántuk bemutatni. Mindezt úgy, hogy azért egy legendához nyúlunk, és legendához tiszta kézzel nyúlunk, a méltóságát megőrizve a Bélának, illetve a zenei oldal az egy külön fejezete ennek a mozinak, mert minden zenéjét újra kellett építenünk úgy, ez egy rendezői elképzelés volt, hogy a mai fülnek, a mai fiatalok fülének is befogadható legyen. A Béla korában a hangrögzítés technikailag nem állt azon a szinten, hogy a mostani fül számára emészthető legyen. Jaj, de szép kép, emésztünk a fülünkkel. Ezért egy mai zsenit kellett felkérnünk arra, hogy gondolja újra az akkori gitárszoundokat mai hangképbe helyezze úgy, hogy minden gitározási technika korhű maradjon. Természetesen a tempó az alap istvános tempó, ami a mai értelemben jellemez egy gitárhírót, egy gitárhőst, egy nagyon magas szintű gitárost. Ugye színészi oldalról egyébként nagyon fontos volt, hogy olyan színészt találjunk, aki megfelelő komolysággal, megfelelő lelki finomsággal nyúl ehhez a nagyon összetett karakterhez. Mindemellett van egy kis zenei alapképzettsége, hiszen az majd a vágásnál fontos lesz. És nem volt mindegy, hogy milyen a fejformája, milyen a mosolya. Sokat tud a smink hozzátenni egy karakterhez, és sokat is tesz hozzá, de az alapok mindenképpen hozottak, és megtaláltuk a Rák Zolit. Akkor a film felépítését hogy kell elképzelni? Kronológikusan haladunk Béla életében, és ehhez fűznek hozzá zenésztársak akár kommenteket? Alapvetően kronológikus sorrendben halad, tehát lineáris filmvezetés van, de ez sem igaz ebben a formában, mert például az elej egy kicsit lídes, tehát ott megkeverednek az idősíkok. Szükség volt a néző megragadására, tehát az első percekben kiderül, hogy kiről van szó, hogyan gitározik, utána kezdjük el fölépíteni a karaktert részletesebben. Gyermekkortól indulunk, ami egy nagyon izgalmas kihívás volt, hiszen találnunk kellett egy kisfiút, akit én több száz gyermek megnézése után a Marci Bányi téren találtam meg, ott egy csodálatos gyermekszíni tanoda működik, és hálás vagyok nekik, hogy ez sikerült így. És akkor lett meg az a nagyon izgalmas gyermekkarakter, amit utána a Stépán Kovácson is nekem elképesztő módon tetszően hozott le és valósított meg. Korszak eszenciáját hogyan tudtátok megragadni? Hogyan jelenik ez például meg látványban is? Úgy gondolom, hogy az egész film meglehetősen merész, tehát nem az volt a lényeg, hogy alapvetően milyennek tekintett stílus, illetve képi elemeket használunk, hanem az, hogy a történet vezetés és a történet mesélés izgalmas, érdekes, zenés, mindeközben szórakoztató legyen. Ez egy ilyen nagyon nézőbarát filmnek készült. Nem is gondolkoztunk még csak azon sem, hogy ez most akkor dokumentumfilm, vagy játékfilm, vagy mi a vihar ez. A kérdés nyitva is maradt, én szoktam mondani, hogy ez egy ilyen zenés, életrajzi film lett. Nem csak stílusilag volt merész, hanem fényelés szempontjából is. Amikor elindulunk, ott egy
picit, úgy mondják, hogy szép piás manapság, de egyébként deszaturált és enyhén sárga képekkel kezdünk bele a történetbe, majd ahogyan épül a történet, megjelennek a korai orosz filmek fakóságára jellemző színhatások, az a színdinamika, majd tovább épülve egy picit a fakó technikolor színvilága, ahogyan akkor adta ezt a képi megvalósítást, majd ahogyan haladunk előre, úgy lesznek élénkebbek a színek. De kameramozgással is igyekeztünk lekövetni a történetet és a kor képi alkotásának szabályait is igyekeztünk figyelembe venni. Grácz Márk barátommal, aki egyébként egy aranyszemlélyes operatőr, a szakmának egy kiváló és rendkívül tehetséges operatőr. Ami úgy jelenik meg, hogy a Béla legelső komolyabb megjelenése az tökéletesen a 60-as évek televíziós zeneépítési kameramozgásaival és képszerkesztésével, képi szabályaival fogalmazódik meg. Utána aztán, ahogy haladunk a korban, elszabadul a pokol, és a legvégén már belemerünk menni a mostani korra jellemző, picit klippesebb, gyorsabb játékokban is. Cowboy nadrág, az már Amerika, olyan kell nekem. Mi történt akkor a színpadon, amikor Radics Béla oda fölment? Mi volt a varázserő benne? Szétrobbant a közönsége, ahogy a filmben is elhangzik, és hogy megpróbáltuk fölépíteni. Radics Béla volt a legelső gitárhős, én úgy gondolom, nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában is. Ő volt az első olyan modern rockzenész, akiért valóban megőrültek az akkori fiatalok. És az ő megérthetőségéhez nagyon fontos azt tudnunk, nem kottákból és nem kiváló zenetanároktól tanult, hanem a saját fülével, úgy mondják a rockgitárosok, hogy levette azt, amit adott esetben a Szabad Európán, vagy a Rádió Luxemburgban hallott. Mennyire versengtek érte akkoriban a zenészek? Hogyan tudott a kor zenészeivel együtt dolgozni akkoriban? Megválogatta azt, hogy ő kivel áll színpadra? Akkor alakult ki az, amit ma rockzenének hívunk. Én úgy gondolom, hogy ő volt a mester, ő volt az első. Tehát egy egész korosztály. És maga a magyar rockzene létrejötte. Az az ő személyéhez kötődik és kapcsolódik. Póka Egonnal játszott együtt, és jó barátságban voltak. De nagyon fontos azt is tudnunk, hogy a mai gitárosok gitárjátékában Tátrai Tibor játéka van a legközelebb a Béláihoz, hiszen ő is tőle tanulta ezt a szakmát, el is mondja ezt a Béla egyébként. Som Lajossal, Balázs Fecóval, azokkal, akiket ma a magyar rockzene ikonikus nagyjainak és hőseinek tartunk, ő velük játszott együtt, de tovább menjek, és ha valaki ismeri, és sokan ismerik, mert én is azt hallgattam fiatal koromban Vörös Istvánt a prognózisból, akkor bizony a Vörös István váltotta Bélát az utolsó zenekarában, és bizony nagyon sok mindent úgy gondolom, hogy átvett, tanult tőle, és nagyon jóban voltak.